Szép jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Van képünk hozzá című műsor, melyben olyan jeleneteket fognak látni, amit a rádióban már hallhattak. Most, hogy az élményfaktorhoz ez mennyit ad hozzá, hogy látni is fogják a gyönyörűre sminkelt arcunkat, illetve helyesbítek a többiek gyönyörűre sminkelt arcát és az én múmiára mázolt képemet. Azt nem tudom, de ha már ilyen nagyvonalúan szót ejtettem a többiekről, engedjék meg, hogy bemutassam a társulatot. Szirtes Ági! Csúlya Imre! Magyar Attila! Csöre Gábor! Aradi Tibor! És én, Janklovics Péter! A japánok az autógyártásban járnak élen, van is kultúrája, mi az alkoholfogyasztásban. És próbálunk is neki kultúrát teremteni, tehát amit néhány évvel ezelőtt ordinári ótvar céges lerészegedésnek hívtunk, az most a pálinka kóstoló névre hallgat. És most már nem a csapos tölti pult alól a kannásbort, hanem szomeliék csemmegtetnek. Következő jelenetünkben a kocsma szomelié próbál kultúrát csepegtetni a mai magyar presszó valóságba. A jelenetet előadják Csúlya Imre, Magyar Attila és Csöre Gábor. Jó napot kívánok! Látom, hogy itt iszogatnak a pultnál. Ajánlhatok valamit? Te ki vagy? Én a kocsma szomeléja vagyok. Te karcsi, azt rögtön szúrni kell, vagy előbb belekötünk? Fél, nem is értem, mit mond. Hát, te külföldi vagy? Kérem. Hát, hogyha az nem is, de biztos pesti. Kérem. Kérem szépen, én azért vagyok itt, hogy segítsek önöknek a borválasztásban. Na, mi meg nem azért. Karcsi, ne legyél már barátságtalan. Hát segíteni akar. De honnan tudja meg, hogy mi kell nekem? Kérem szépen, én borlovag vagyok. Te? Én meg borjedi. Iszom még a kannás borból egy litert. Világít a kardom. Megnézed? Én megmutatom. Nem, köszönöm, nem jó, kérem. Nem. Inkább kihagynám. Köszönöm. Köszönöm. Képzeld el, fiszőjöcske. Én a kannás Szent Emma rendtagja vagyok. Igen, és miért Szent Emma? Mert Szent Emma már nem isztom többen. Én meg pálinka tábornok vagyok. Az mi? Olyan, mint a borlovak, csak többet bír inni. Kérdez, figyelj, az én feleségem az májból jósol. Igen? És mit? Hát nekem még max másfél évet, Lajosnak meg csak egyet. Jó. Térjünk vissza akkor erre. Most mit fogyasztanak? Ó, ez nagyon, ezt nézd meg. Ez Badacsonyi McLeod. Ebben 7 deci van, de csak egy maradhat. Megengedi, belekóstolhatok? Ne, inkább átöntöm neked, jó? Bele ne dugd már a nyelvedet, tessék. Köszönöm. Jó, várjál, ebből is szépen. Először a fény felé fordítjuk, hogy lássuk, átereszti a fényt. Milyen érdekes. Mondjuk ebben a helyiségben nem egyszerű, de nem ereszti át a fényt. Ha tudom, hogy nézegetni akarja, akkor nem bögrébe töltöm. A másik, ami nagyon fontos, megforgatjuk a pohárba, hogy megnézzük, mennyire glicelines. Azt nézd meg, Lajos! Leoldotta belül a zománcot. Olyat már hallottam, hogy dugós a bor, de hogy bögrés. Pedig ez nagyon jó évjárat. 2012-es. 2012-es, de hát az jövőre lesz. Látja, mire képes a tudomány. Na, először is megkóstoljuk. Nem nyeljük le, bent tartjuk a szánkban. Illatában a
szögletes lugak és a gömbölyű savak mellett kellemes faszest érezni. Nem nyeljük le, visszaköpjük a pohárba. Na! Ez miért az enyémbe? Minden jó lesz, így is megizzom el. Mint ha leoltották volna a villanyt, vagy nem? Mindjárt látni fog. Egy kicsit metiles. Ami még nagyon fontos, az az utóíz. Érződik benne a káposzta, a fagyálló, és némi kabai cukor íze. A déli lejtőkről lecsorgó tavaszi hólé fűszerezi, mely egy enyhén furcsa ízzel egészül ki, mint hogyha gépzsír lenne. De Karcsi, nem ebben oldottad ki a traktor váltójának a kupos fogas kerekét? Attól ilyen finom. Főleg lejárt szavatosságú májkrémhez és enyhén penészes parizerhez ajánlanám. De egyébként fogyasztható önmagában is. Nagyon köszönjük a segítséget. Nagyon hasznos volt. Mondja, belekóstolna egy olyan üvegbe is, amiben nem a mosogató szivacs levét gyűjtöttük. A reggeli rádiózás egy borzasztó nehéz műfaj. Műsorvezetőként sokkal korábban kell kelned, mint bármelyik hallgatónak, és sajnos ez érződik is a műsoron. Még nehezebb a dolgot, hogyha egy új rádióról van szó, mert Magyarországon az a közvélemény, hogy régen minden sokkal jobb volt, ami meg régen nem volt, az eleve rossz. Erről szól következő jelenetünk, címe Új FM, játsszák Magyar Attila, Csöre Gábor és én. Álló, 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 1, 2, 3, hallani? Mi a herót van már, nem szól ez a retek? Nél, Lacikám, fél perce adásba vagy. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez az Új FM, ami a régi rádió helyén indult fél perccel, médiatörténeti mondatokkal. Én a Laca vagyok, ez pedig itt az új reggeli műsor, a Kotyogós. SMS számunk 0674445555. Ide várjuk SMS-eiket, zenél a Queen. Ennyi. Milyen volt? Hát kezdetnek elég gyatra. Na, megjött az első SMS. Na, és mi az? Sokás gombásat kérek a Zivatar utcába? Mi ez? Én mondtam, hogy ne pizzériába béreljünk stúdiót. Vigyett még a zenének, figyelj, te jössz. 3, 2, 1. Ez volt a Queen együttes, azoknak a hallgatóknak pedig, akik furcsálják, hogy Freddie Mercury miért énekelte, hogy Isten véled, édes piroskám, üzenjük, hogy vírusos a számítógépünk. Adástelefonunk 0613143000, és már is van egy betelefonálónk. Halló, halló! 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 A kódom 3450, és egy nem dohányzó kocsit kérek a reptérre. Kérem, itt valami tévedés lesz. Ez egy kereskedelmi rádió. És akkor drágám? Uram, mi egy országos csatorna vagyunk. Az jó, mert én Szolnoki vagyok. Drága uram, megesküszöm az életére, hogy nem visszük ki a reptérre, viszont kérhet egy számot. Akkor legyen a 32. Akkor már is pörög a Depeche Mode, vagy bármi, ami elindul. Letette? Nem, kinyomtam. Van valami SMS? Na, egyelőre mindenki gyűlöl. Mit írnak? Már csak azt mondja, hogy itt van. Azt mondja, inkább hallgatom az anyósomat, pedig ő a Lendvai Ildikó. Titeket hallgatni olyan, mint fénykarddal borotválkozni. Jó van, elég lesz. Tudok híreket mondani egész Nincs internetünk, majd valamit összeírok. De figyelj, hogy... figyelj, adásba vagy. Tessz. Ez még mindig az Új FM, önök még mindig Lacát hallgatják, és a Depeche Mode-tól szólt a kék a szeme, arca csupa derű. Mondtam, hogy jobb tiszta Windows-t vegyünk. SMS-ben nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, nézzünk is egyet. Ha a rádión keresztül terjedne a szag, megölnélek titeket, írja Józsi a halfeldolgozóból. Most pedig halljuk, mi újság az utakon. Minden igaz, akkor vonalban az Útinform. Halló, halló! 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 Az unokámnak szeretnék kérni egy számot! Jó, megint maga az? Ne haragudjon, uram, az Útinformot próbáljuk elérni. Szabaddá tenni a vonalat? Kérem szépen, én már 73 éve vagyok nyugdíjas, ez példátlan!
meg neki, hogy lufi osztás van a Deákon? Há, uram, most kaptuk a hírt, hogy lufi osztás van a Deákon. Az más, akkor leteszem. És most az utak világa. Kamionos Feri írja, hogy köd van az M3-ason, ti meg rohadjatok meg. Köszönjük a tippet. Aztán négyes úton háromlábú, fekete pákó vizel, ti meg szarok vagytok. Köszönjük a hallgatóknak az SMS-eket, zenélünk, és utána időjárás szól, a pocsolyába léptem. Jaj, de honnan tudjuk, hogy milyen idő van? Nagyon egyszerű, megnézzünk egy hosszú szőrű kutyát, és tudni fogjuk. SMS van? Van, azt mondja, itt van. Szűnjetek meg, és küldjétek már azt a rohadt pizzát. Ha kéne majd játszanunk is. Jó, valamikor. Játszunk, nálam van egy pakli magyar kártya. De nem veled, a hallgató. Jó, 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 összeírtam pár hírt, azt majd olvasd fel. Három, jó. Kettő, jó, de... egy. És most a hírek, hölgyeim és uraim. Te tényleg változtasd el a hangod. Nem lehet ugyanaz a hírolvasó, mint a műsorvezető. Jó. És most a hírek. Új országos rádióadó indult új FM néven, a Rákosszentmihályi Piedone pizzériából. A hallgatók szerint, idézem, olyan szinten retek, hogy már fás. Néni botlott meg a járdaszegében. Néni botlott meg a járdaszegében Rákos Csabán egy pizzéria előtt, de már jól van. Ezek a baromságok. Nincs internetünk, hát nekem kellett összeszednem. Ezen a héten sem volt ötös a fiam kémiából. Végül néhány szó az időjárásról. A kollégám kardigánban ül a stúdióban, de hozott magával esernyőt is, úgyhogy csapadékra számítsanak. Maximum nem lesz, na bum. Akik tehetik, maradjanak otthon. Aki egyébként ezt hétfő reggel megteheti, az ott rohadjon meg, ahol van. Várj, bejövő telefon, vedd föl. Halló? 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 Hallgattam a híreket. Azt miért nem mondták be, hogy lufi osztás van a Deákon? Megint maga az, drága uram. Kérem, én már 87 éve vagyok nyugdíjas, de magának olyan szép a hangja, erotikus. Jaj, csacsi fiú. És olyan szépen tisztán artikulál, mondja, milyen műfogsor rögzítőt használ. Azt nem mondhatom meg, mert reklám lenne maga kis honcot. Jó, a kollégájának meg mondja már meg, hogy küldje már azt a rohadt taxit, mert megfagyok. Ezek voltak legfrissebb híreink, és most zenélünk, de előtte egy kis reklám. Jó. Milyen reklám? De nekünk nincsenek is hirdetőink. Jó, mindegy, valami reklámot azért jó. Mondjál, az én hangomat már ismerik mind jó, a kettőt. Jó, jó, jó. Kóstolta már a sampont? Még kenhetőbb, még lágyabb, még krémesebb, mint a szappan. Nagyon jó, tovább. Jó lesz, jó. Szia, drágám, hoztál kiflét? Hoztam, mert az nagyon ízlik. Kifli, a kunkolt gyönyör. Reklámot hallottak, a mi műsoridőnk sajnos lejárt, utánunk következik a Varratszedés című családi magazinunk Békés megyéből. Mi legközelebb holnap reggel jelentkezünk, elköszön a műsorvezető Laca, és a szerkesztő, hogy is hívnak? Peti. És a szerkesztő Feri, és most zene. Ha a megbolondult számítógépünknek hinni lehet, akkor hamarosan következik ismeretlen előadótól a négyes track. Magyarországon évtizedek óta nincsen halálbüntetés. Következő jelenetünkből, melynek címe villamosszékszerelő, kiderül, hogy miért nem. Egy olyan országban, ahol buszok robbannak le, felső vezetékek szakadnak, nem hiszem, hogy problémamentesen tudnának üzemeltetni egy villamosszéket. A jelenetet játsszák Csúlya Imre, Aradi Tibor, és hát hármat találhatnak, hogy ki fogja a rabot játszani. Jó napot! Maguk tetszettek hívni a villamos székszerelőt? Nem tetszik érteni? Én a villamos székszerelő vagyok. Tessék várni, akkor inkább elmutogatom. Két szó. Villa. Mos,
székszerelő. Várjon, várjon, most számolom, ez három. Nem beszélgetünk az elítéltel, mert kikezdi a száját a pecek. Régebben nem peckeltek kivégzéskor. Na jó, hát most se peckelünk, de ez állandóan belepofázott mindenbe. Meg az aktivitéhez is tök hülye. Maga hogy kerül ide? Nem te! Még egyszer közbeszólsz, füledet is kipeckelem. Bocsánat, de nyitva volt a rács. Én jöttem a székszervízből. Na, végre, hogy megjött. Na szóval, van itt ez a Valhalla Murdering Deluxe 2-es villamos szék. Nem ráz. Ilyen kókány munkát? Hát ez le van földelve, hogy rázna? Lehet, hogy az a baj, hogy az elítélt kubikus? Ha? Talán le kellett volna mosni róla a sarat? Az mindegy. Mi a konkrét hiba jelenség? Hát az, hogy még él az elítélt. És bekapcsoláskor nem is sercegett? Nem. Kicsit melegedett a szemüvege, meg arrébb folyt a hátán a sárkány tetkó. Hát, az érintkező már kormos. Igen. A bőrök ráégtek itt-ott. Előző páciens után kitetszettek hamuzni? Hát várjon, már most látom, ez tiszta szőr. Először hörcsöggel gyakoroltam én. Azt vitte. Meg átjöttek a szomszédból kóstolóért, mert azt hitték, hogy disznót perzselünk. Hát ez egy új modell, ezt nem ismerem. Szervízkönyve megvan? Meg, itt van, azt már föl is olvasom. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy... Igen, itt van. Hogy ime, vigyina, drakujem, tacsevo de protivogyi, napagyemka. Nem segít? Nem. Uvázsenyi bazbaz. Csak ilyen nyelven van? Nem. Lefordítattuk a Google Translate-tel is, itt van. Azt mondja, beletesz elítélni, leül, bekapcsol, kihamuz, ne disznó, ne hörcsög, ne nyalogat. Bármi egyéb tacsevoda, protivogyi, ugye? Vagy valami kicsi gyíkparipa, meghámoz és letesz, na? Hát nem lettünk okosabbak. Csönd legyen, vagy itt fogsz éhen halni. Te... Várjon már, ha megtaláltam hozzá a herecsíptetőt, itt van. Miért? 9 fóttal is megy, fölrakjuk rá. Miért? Be van dugva? Hát elsőre nem sikerült betalálni a jó helyre. De aztán lefogtuk. Jó, várjon, akkor megnézem a fázis ceruzával. Jó. Nyissa ki a szemét. Várjon már. Majd én, finoman. Na, feszítsük föl. Így, igen. Száraz a szeme, így nem fog menni. Pillanat. Nem hunyorít, te! Várjon. Aha. Hát, fázis az van. Na, akkor meg mi lehet? Várjon, nézzük meg a menüt. Nézzük. Azt mondja, hogy elítélt nevének kimondása, háttérkép, kivégzés időtartam kijelzés, kínzás várakoztatás, számológép. Hát, tudja mit? Próbáljuk ki a steak menüt, mondjuk angolosan. Na, érez valamit? Éjséget. Nem maga, ja. Az elítélt. Rázza a fejét, akkor van benne áram. Jó. Vagy masszázs funkcióm van. Mi, az is van benne? Ha persze. Micsoda, ez egy prémium modell. Igen. Válogatott kínzás programok vannak benne. Ezt itt bekapcsolja, elindulnak a pánsíp slágerek okarinára. Most nem! Vagy Beatles slágerek sramlira. Várjon csak! Na. Ez nem egy ilyen mozgásérzékelős csúcs? Ja, dehogy nem. Itt tollasoztunk neki az asszonya a fél órát az érzékelők előtt. Ja. Na. Hát a Győri Balettet ugye mégse hívhatjuk ki mindent. Figyeljen csak, akkor tessék itt egy kicsit az érzékelőt pantomimezni. Mit csinálja? Én visz egy nagy táblát a nagy tömegbe. Én viszem van? A tömegbe, igen. Jó, megy a cucc. Ez egy kétzenés szék. Figyeljen, megy a dongó. A másik meg a karácsonyi program.
Na? Na, hogy tetszik? Milyen? Megmondom őszintén, tetszik, csak nagyon nehéz az üvegtábla. Jó, akkor visszanyomjuk Szundira. Jaj, de jó. Várjon már, most meg leállt. Na. Mi a rosszabb van ezzel? Állj! Mit evett az elítélt? Beletöltöttünk egy zacskó kukoricát. Ja. Este Bud Spencer film lesz, gondoltam, jó jön a popcorn. Meg az volt az utolsó kívánsága, hogy a Dévényi Tibi bácsi hozzon neki 30 zacskó gumicukrot. Jaj, jó ember, hát az nem jó. Nem jó. Az szigetel. Hát csapathassuk itt mi napestig. A gumicukor szigeteli belülről. De nekem fél órán belül végezni kell. Ki kell szellőztetni, össze kell söpörni a pantomim szilánkokat is. Ide figyelj, láttam ott kint egy kádat. Teleengedjük vízzel, beleültetjük, utána hajítjuk a hajszárítót, aztán visszahúzzuk ide a székbe, mintha itt történt volna. Jó. Gyere, part! Várjon, segítek, kapaszkodjon! Az első nap a munkahelyen elég kellemetlen meglepetéseket tartogathat, pláne olyan szakmák esetében, mint mondjuk a tűzszerész, hogy melyiket vágjam el, kéket? Ja, nem a pirosat, á? De nem lehet könnyű a túsztárgyalónak se, pláne, hogyha a túszejtőnek is ez az első bulia. Erről szól a következő jelenetünk, előadják Csöre Gábor, Magyar Attila és én, Janklovics Péter. Jöjjön ki feltartott kézzel! Nem jövök! Nem ettem meszet! Hoppá, akkor csak tegye fel a kezét, az is valami! Micsoda! Jó, bemegyek, nem tudok még 20 percig üvöltözni! Ne jöjjön! Akkor hogy tárgyaljunk? Na jó, akkor jöjjön! De tartsa fel a kezét! Én tartsam fel a kezemet? Hát én ejtettem a túszt, maga mit tud felmutatni? Jó, bemegyek! Jó napot kívánok! Ön a túszejtő? Maga szerint kicsoda? Jó, elnézést, nincs nálam fegyver, csak előveszem a kis füzetkémet, amiben felírtam, hogy mi a következő lépés, jó? Jaj, de aranyos! Füzetből fogja olvasni? Ez ki? Balog úr, a túsz! Balog vagyok, kérem! Üdvözlöm! Jövök már, kérem! Tiszteletem, én vagyok a túsztárgyaló, csak nem mondhatom el a nevemet, nehogy a családomon álljanak bosszút. Megmondom őszintén, hogy ez az első napom, úgyhogy kicsit izgulok, de... Remélem, minden rendben lesz. Hogy van, Balog úr? Hát kérem szépen, ugye? Bejövök ide a 100 forintos boltba, aztán túszul ejtenek. Hát... Maga szerint hogy vagyok? Ja. Mi ez, egy 100 forintos bolt? Most 100 forintos bolt, én csak a pénzre koncentráltam. Jó, 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 jó. Nekem is ez az első túszejtő. Ja, értem. De miért ejtette túszul? Hát, mert az eladó elment ebédelni, azt magával vitte a kasszát. Hát most mit csinálhattam volna? Jó, jó, minden esetre nyugodjon meg. Nem vagyok ideges. Nem baj azért, nyugodjon meg. Nem mondom, hagyjon már békén. Jó, ugye mondtam, hogy nem nyugodt? Persze, mert felidegesítem. Jó, nyugodjanak már meg, hát még a végén megsebez valakit. Hát nyugodjon. Jó van, maga nyugodjon meg, Balog úr. Hát maga csak egy sima túsz. Fogalma nincsen a túsz tárgyalásról. Jó, eszem megáll. Magának van fogalma? Maga ezelőtt hol volt? Én? Én üzemi pszichiáter voltam a tejiparban. Uh-huh. Ott is voltak azért kemény esetek. Na, például mi? Például félbevágott terhes nyulat találtak a kaukázusi keszírben. Na, bocsánat, elnézést kérek, de tényleg nem velem kéne most itt foglalkozni? Így van. De van. Bocsánat, elnézést. Na. Tehát? És mit tehát? Hát követeljen valamit. Ajánljon valamit. Hát ne haragudjon, de nekem itt a füzetben az van, hogy magának kell követelnie, látja? Jó, akkor kérek egy mikrobuszt. Jó, jó, jó. Jaj, ne így. Hát kérjen már legalább egy helikoptert, hogy tudjak alkudni. Jó, akkor
Kérek egy helikoptert. Ó, az sajnos nem fog menni. Mit szólna egy mopedhez? Mikrobusz. Oké, megbeszéltük. Kezemet letehetem most már? Persze, csak nyugodtan tegye le, el is felejtettem. Néha én is, köszönöm. Ja, elnézést, bocsánat, én is kérhetek? Balogh úr, ez nem a kívánság kosár, hogy mindenki kérhet valamit. Kérem szépen, a lányomnak szeretném küldeni Gyulára. Tényleg az Isten szerelmére? Miért? Maradjanak már csöndbe! Jó, nyugodjon. És még kérek pénzt is! Hó, az nem fog menni. Hát még vér se folyt, meg a rendőrségnél is megszorítások vannak. Ne beszéljem már vérről, hát megőrült. Jó, jó. Rendben, tudja mit, akkor legalább lőjön bele a plafonba, és akkor arra tudok hivatkozni, hogy elmérgesedett a helyzet. Bocsánat, elnézést, ne arra ugyan, nem tudna nekem segíteni, mert tegepettem ezt a pisztolyt, és még elég bizonytalan vagyok persze, a kezelésében. Persze, ne arra, erre se. Várjon, nézze. Itt kibiztosítja, itt felhúzza, és lő egyet. Ellőtt a kis ujjamat! Jó van, Balogh úr, hát minek hadonászik, amikor lövöldözés van? Komolyan ezt az amatőrizmust, hát... Na, térjünk vissza, akkor hol hagytuk abba, hogy pénzt kér, mégis mennyit? Mi? Bocsánat, kicsit megijedtem. Mit mondott az előbb? Hogy mennyi pénzt kér? Ja? 5000-et? 5000 mi? Forintot. Jaj, ne legyen már ennyire kicsinyes. Hát az Balogh úr most mindjárt kifizeti a tárcájából, igaz, Balogh úr? Még nem kaptam fizetést, nincs nálam annyi. Jó, mondjuk nekem jó lesz ám az étkezési utalvány. Hát ezt komolyan mondom, ezt... Hát ez siralmas tényleg. Jó, most akkor... Adja ide. Akkor nyissák ki a széfet! Rendben. Akkor 4 egyszerű kérdésre kell válaszolnia. Szabad a kereszt nevét? Béla. Béla? Béla. Mi a vezeték neve? Nagy. Nagy. Bakker. Én nem mondom el senkinek, örök titok marad. No, kedves Nagy Béla, ki kísérte el? Hát a Gyula, a fehér Opel Astrába ott vár engem, kényesen. Ó, Bakker már! Jó, van, semmi baj. Minden rendben, meg. Kedves Nagy Béla, akkor első kérdésem. Gondolkozott-e TUSZ cserében? TUSZ cserében? Bizony, bizony, nálunk van a felesége. Nincs is feleségem. Jobb löv, kihúzva. Na, hát úgy látom, akkor a TUSZ haldoklik, hamarosan jöhet a behatolás. Micsoda? Hát, TUSZ-ul ejtenek, be is akarnak hatolni? Jó. Nem hagyom magam. Jó, kérem, akkor azt hiszem, hogy mindent megbeszéltünk, viszont látásra én elköszönök, viszont ez látom. A magáé. Viszont látásra. Igen, nekem lejárt a munkaidőm, most átveszi az éjszakás kollega, de vigyázzanak vele, ő nem lesz ilyen vajszívű, mert közterületfelügyelőből képezték át. A hazai vendéglátóipar alaptétele, hogyha rossz a kaja, legalább legyen sok. De most már annyit fejlődtek, hogy most már nagyon kis adagokat is lehet nagyon drágán kapni, illetve vannak ilyen nagyon hangzatos nevű, mégis egyszerű ételek, nem tudom, ki ismeri például a terrine de feuille de volail, hogy azt ki tudja, hogy mit jelent, de nem is érdekel senkit. Jó, hát akkor elmondom, pulykamáj pástétom. Most következő jelenetünk a Kinizsi étterem címet viseli, mely egy olyan étterembe kalauzol el, ahol az étterem adagjai nem hazudtolják meg a névadó Kinizsi Pál teherbírását. Játsszák Csúlya Imre és Magyar Attila. Pincér! Jövök! Letehetem ezt a tálcát? Nagyon nehéz. Ez egy malomkő. Az, hát nem látja. Ki van írva? Nagyvázsonyi Kinizsi étterem. Aha. És miért jár ilyen nehezen? Mert fél köbméter beton van a lábamon. Aha. Most nem zavarja? Már nem olyan rossz. Tegnap még bele volt kötve a lapát is. Aha. Na, az zavart egy kicsit. Hú, nem akar árnyékba ülni? Miért? Fölém tartja a malomkövet? Nem.
Idébb hozom az éttermet. Magyar csak, jó ez így. Nem kér legalább egy templom tornyot? Nem, de talán egy étlapot kérek. Hú, azokkal gond van. Felújításkor oda lettek alapozva. Inni mit hozhatok? Talán egy pohár vizet. Ajánlom az ásványvizet. Azt én szívom fel 3000 méterről. Ha csapvizet kér, akkor van még egy bontatlan víztornyunk. Meg van nagyon finom karsztvízünk. Kihozzak egy barlanggal? Nem, köszönöm. Hát akkor talán valamilyen gyümölcslevet. Az alma létdobozos? Kartonos. Igen. És mekkora a gyümölcs tartalma? Hát, ha arra gondol, még benne van a csutka. Oh. És van valami spéci, házi? Egy ideig csináltam házi facsarású diólét. Csak nagyon fájt már a markon. Jó. Gyümölcs turmix van? Van. Nagyon friss. Hétfürt, hámozott banánt elhelyezek egy tehénbe, és jól összerállom. Jó. Milyen házi ital van még? Eredeti tokai asszú. Na, az nem lehet házi. Ez nagy vázsony. Tokaj hegyalja pedig az ország másik végében van. Csak volt. Hétvégén áttalicskáztuk. A sör is házi? Az. Extra szűz. Már a kombányban megerjesztjük. Lehet, hogy abból megkóstolok egy kicsit üveges vagy csapolt? Szivattyúzott. Mennyit hozhatok? Hát, talán egy korsóval. Nem úgy értettem. Vödör vagy hordó? Akkor vödör. Icuka, egy pikolót az úrnak. Enni is fog? Igen. Miből van a gulyás? Gulyából. Meg csipetkéből. És cipóhéjban tudják hozni? Abban nem. De szívesen beletöltjük egy látványpékségbe. Akkor legyen inkább megyleves. Azt nem ajánlom. Nem nagyon készítik elő. Mag van benne? Nem. Törzs. Plusz télen konzervből csináljuk. És egy vendég be is írt a panaszkönyvbe, mert kikanalazott egy komplett gyártósor. És az erőleves? Az nagyon jó. 4 órát főztük benne Fekete Lászlót. Értem. Akkor maga mit ajánl? Nézze, én nem vagyok leveses, de vannak nagyon finom, frissen sültjeink. Például? Rablóhús, szajréval. Valamilyen szárnyas? Pegazus. Én pulykára gondoltam. Hány darabra? Tudja mit, inkább hozzon egy szelet marhát. Azt jelenti, hogy a lábait nem kéri? Nincs valami zóna adagjuk. Ha ilyen kákabélű, miért nem eszik gyerekadagot? Igen, az milyen? Fogunk 2 gyereket. Jaj, el nem mondja, el nem mondja. Vagy van bőségtál? Bőségtál? Jaj, bocsánat, az nincs. Nem tud betolatni a platósi fel. Tudja, amit hagyjuk az egészet, inkább elmegyek egy másik étterembe és eszem valami gyorsat. Ha szabad ajánlanom a szemközti Toldi Miklós petrencés csárdát. Isteni a saslikjuk. Csak egy kicsit nagy a nyárs. Szilágyi György a magyar humor egyik legjelesebb képviselője, szövegvirtuóza, a Rádió Kabaré Színház egyik alapító tagja. Számos kabarétréfa és színmű fűződik a nevéhez. Műsorunk zárásaként az ő egyik klasszikus jelenete következik, a Hófehérke és a 7 elgyötört törpe. Játsszák Csulya Imre, Szirtes Ági, Csöre Gábor, Aradi Tibor és én. Sopánka! Hol van Sopánka? Sopánka! Jövök már, itt vagyok, főrendező kartárs. Na, ideje elkezdeni a próbát. Küldje be a 7 törpét. Még csak Popper művész úr van itt. Ő lesz a 7 törpe, küldje be. 7 törpét játszik egyszerre? A rádióban nem látszik, hogy hány törpe áll a mikrofon előtt. Küldje be. Ő már tudja, szegény? Vagy most fogja megtudni. Jó. Popper művész úr jelenés. Igen, jövök. Kezi csókolom. Jó napot. Tiszteletem, főrendező úr. Mit játszom? 7 törpét fog játszani. Hányat? Heted.
maga lesz egy személyben. Tudor, vidor, szende, szundi, morgó, Habci! Egészségére! Habci a hatodik törpe. És a hetedik? Az a kuka. Azt is maga játsza. De miért pont a kuká? Mert ezt a hülyét mindig otthon hagyják a többiek. Na, jó. Folytassuk a próbát. És mit mondjak, hogyha keresik a többi hat törpét, akkor ugye... Ha bárki keresi a hat törpét, akkor mindig csak mondja azt, hogy a fiúk a bányában dolgoznak! A fiúk a bányában dolgoznak! Jó, megvan. És a szombaton keresi őket valaki? Valamilyen... Akkor mondja azt, hogy a fiú kommunista szombatot tartana! Jó, megvan. Jó. Mehetünk. Mehet? Akkor folytatjuk a próbát. Igen. Tessék, Sopánka, kopogjon! Kokko. Ki az? Én. Nem maga! Hófehérke kopog. Maga meg Popper menjen és nyisson ajtót. Tessék befáradni. Szervusztok, törpék. Csak én vagyok itthon, néni kérem. És a többiek hol vannak? Fiúk a bányába dolgoznak. Jó. És te miért nem dolgozol? Mert én kuka vagyok. Szeretnék nálatok megszállni egy éjszakára. Nyújtasz nekem szállást, kis kuka? Nyújtok. És mi lesz, ha a többiek hazajönnek? Fiúk a bányába dolgoznak. Hová feküdhetek? Hát itt van egy szalmazsák. Na, állj, itt álljunk meg. Ide be kell nyomnunk egy reklámszöveget. Hol a reklámszöveg, Sopánka? Nem, ott van. Na. A reklámszöveg, amikor Hófehérke azt kérdezi, hogy hova feküdhetek, igen? Maga mondja azt, hogy feküdj a szundira. Jó. De nem az van, hogy a szundi ugye a bányába dolgozik, hogy a ő, nem ő. Arra a szundira, ja, nem. Hanem a róla elnevezett szundi everőre. Ja, hülye vagyok. Jó, megvan. Igen. Hová feküdhetek? A róla elnevezett szundi everőre. Popper, komolyan mondom, a sírba víz! Reklámszöveg! Jó, Sopánka, hol a reklámszöveg? Rendes reklámszöveget olvassam. Igen. Mikor szundin hevertem, nem ébredtem, levertem. Tiszta szívből kívánom, legyen ilyen díványom. Nagyszerű, tovább! Látom, nincs asszony a háznál, aki a gondotokat viselje. Az nincs. Majd én kezembe veszem a sorsotokat. Takarítok, főzök, mosok rátok. Mivel mosol? Mosóporral. Mondja azt is, hogy milyen mosóporral. Sanyi mosóporral. Ja. Tudja Józsi, tudja Manyi, legjobb mosópor a Sanyi. Ezt én is tudom. Jól van, kiskuka, okos vagy. Jutalmul főzök neked egy finom vacsorát, aztán alszunk rá egyet, s holnap elmegyünk kirándulni. Nem jó, nincs turista felszerelésem. Majd veszünk a sportáruházban. Szeretnél velem egy nagy hegyet megmászni? Nagyon, nagyon szeretnék megmászni. Majd megmászhatsz, ha lesz felszerelésed. Reklámszöveg, Sopánka, a reklámszöveg! Nem ott van, kérem. Tessék. Ott van. A természet lágy ölén, majd jól esik a sziklatúra, a jó levegőt garantálja a proletár diktatúra. Ne! Az Istenén, ne! Melyiket? De a rendszernek nincsen szüksége reklámra, a rendes reklámszöveget adja oda neki. Adja oda a rendes reklámszöveget a művésznek. Nem ott van. De ott van. Most az... viszi, hozzá viszi. Gyere velem sziklát mászni, hálózsákban alszunk éjjel, én majd dorombolok neked, mint egy macska szenvedéllyel. Rendező úr, ezt nem értem. Mitől... szenved a macska éjjel a... Hoppa! Nem szenved éjjel, hanem szenved éjjel! Tovább. Korog a gyomrom, együnk már valamit. Esténként, ha férjem morog, mivel éhes gyomra korog, várja őt a konzervgulyás, s gulyás után ágyba bújás. Jó, Popper, maga most bújjon el, menjen már innen, üljön le oda a székemre, jó. Mert most jön
A gonosz mostoha. Csopánka? Én vagyok a gonosz mostoha? Nem, nem maga a gonosz mostoha. Küldje be Bácsalmási művész urat. Bácsalmási művész ura Királyfit játsza. Is! Is! Gonosz mostohát is! Meg Királyfit is! Ilyet küldje be! Be nem láttam. Jó van, majd akkor most látni fog. Induljon már, küldje már be. Bácsalmási művész úr jelenés. Kérem, kérem, engem rosszkor hívtak be. Nocsa, nocsa, nocsa. Tudtommal én a Királyfit alakítom. Királyfit is, gonosz mostohát is. Két szerepet, egy gázsiért. Popper művész úr hét törpét játszik egy gázsiért. Ne hasonlítgasson maga engem egy törpéhez! Jó, jó, jó. Könyörgöm, ne veszekedjenek inkább. Menjen oda, és mérgezze meg Hófehérkét. Igen, kérem. Egy pillanat. Igen? Vehetem bicegősre a figurát? Nem is tanszal. Ne ilyen bicegősre, Jani. Inkább ilyen öregasszonyosra, jó? Ilyen öregasszonyosra. Sopánka adja oda neki a mérgezett almát. Bocsánatot kérek, hogy beleszólok, de az eredeti történetben úgy van, hogy Hófehérkát egy ilyen mágikus bársony övvel elkezdik folyt... Nincs folytogatás, nincs fésülés! Alma van, egy alma van! Adja oda! Nem ott van! Mérges? Az nem kifejezi! Na, menjen és mérgezze meg vele a Hófehérkét. Szervusz, kislány! Én már nagylány vagyok. Mit tetszik megint árulni? Almát! Nagyon egészséges! Tisztán tartja a fogókat! Fogakat! Kérem, ide az van gépelve, hogy fogókat! Akkor javítsa ki! Javítsa ki, Sopánka, meg maga meg! Adja már neki oda azt a javított reklámszöget, nem tudok, mit csinálok magával. Én gépeltem? Nem azt kérdeztem, hogy ki gépelte! Maga meg olvassa. Reggel alma, délben alma, ettől nő a keblet halma. Harapjál bele, be az almába! Ham! Jaj, nekem! Isten veled, kedves tanya, megmérgezett a rúdbanya. Most már nem ébredsz fel soha többé, Hófehérke! Bocsát, művész úr, ne vihogjon, hanem, hogy mondjam, sátáni kacajjal távozzon. Az milyen? Sopáka, mit állod? Mutassa már meg neki! Na, csinálja utána. Mutassam meg még egyszer. Ne mutassa meg még egyszer. Menjen vissza a helyére. Főrendező úr, kiköphetem már végre ezt a csutkát. Jaj, könyörgöm, drága művész, még tartson ki egy kicsit. Előbb még elsiratják magát a hét törpék. Hol van a hét törpe? Fiúk a bányában dolgoznak. Jó? Nem? Mindjárt érkezik a Királyfi, aki életre kelti Hófehérkét. Bocsánatot kérek, de az eredeti történetben úgy van, hogy a koporsónak a teteje meg... Betetszik gyújtani? Nem. A Királyfi lovon érkezik. Csinálja. Mennyiben jobban tetszik csinálni? Tessék ide a mikrofon. Azt mondtam, hogy csinálja! Ez az. Rendező úr, meddig szopogassam még ezt a csutkát, még lenyelem. Az Isten szeremére, drága művész, de még tartson ki. Mindjárt megérkezik a Királyfi, aki belelovagol magába. Belovagol, és megmenti a Hófehérkét. Tessék. Mit látnak szemeim? Egy agszűz hever itt a déványon. Orcája halovány, mintha kivándorolt volna.
belőle a lélek. Jó, akkor most hajoljon szépen fölé, és csókolja meg. Ha de kérem, én nősember vagyok. Nem elég, hogyha felrázom? Jaj, ne csinálja már ezt velem, a törpék már reggel óta rázzák. Lehet, hogy rosszul rázták. Ha én felrázom... Az Isten szerelmére, bácsa Mácsi, ne vitatkozzon, csókolja meg! Ezért veszélyességi pótlék. Csókolja meg én. Ne csókolja meg maga senki! Csókolja meg, szépen hajoljon fölé, és nagyot cuppancson a szájára, hogy a rádióhallgatók is hallják. Na, de ha rúzsos leszek... Én csókáló rúst használok. Nagyszerű. Milyen márka? Vipera. Vipera rúzsa, Vipera púder, Vipera kölni, Vipera álom. Vipera leszek én is, ha magamat velük nem tudom kimondani. Istenem, hát a világ legegyszerűbb dolga. Kipereparálom. Csinálják. Kislány, mondja azt, hogy kikence ficézel. Jó. Jó van, majd ezen még dolgozunk egy kicsit. Tessék. Csókolja már meg, bácsa, bácsi, tényleg. Cup. Ki vagy te szép fiatal ember, aki felébresztett örök álmomból? Királyfi vagyok. Királyfienő. Én meg Hófehérke. Csókolj meg még egyszer. Az nincs benne a szövegben. Akkor rosszul olvastam. Kérhetek tőled valamit, Hófehérke? Mit akarsz kérni? A kezedet? El akarsz venni? Ha van mit? A tied vagyok, királyfi, testestől, lelkestől. Akkor még ma megtartjuk a lagzit. Nagy lagzit csapunk. Mindjárt hazajönnek a törpék. Fiúk a bányába dolgoznak! Tosz! Miféle törpék? Hát nem tiéd a lakás? Én csak ágyra járó vagyok itt. A főbérlő a hét törpe. Te hét törpével élsz közös háztartásban? Csak a háztartás közös. A törpéket államosították. Attól még ők is lehetnek férfiak, nekik is lehetnek vágyaik. Nekik csak egy vágyuk van. Hajaj. Szeretnének megnőni? Jó. Később majd megszereted őket. Előbb menjünk nászútra. Halló, hát várjunk még azzal a nászúttal. Előbb elmennek fürödni. Mi a fenének, én tiszta vagyok. Igen, még be kell szúrnunk egy fürdőreklámot, Sopánka. Adja oda bácsa Másnak. Bácsa Mási, fürödjön. Gyógyfürdőink vize csodás, ízlelje meg aromáját, áztassa egy csodás vízben a... Miét áztassa, kérem? Én ezt nem tudom elolvasni. Sopánka, nézze meg a könyvbe, hogy miét áztassa. Ki preparál? Nem ott tartunk! Kezét, lábát, hátatáját. Na. Kezét, lábát, hátatáját. Jó van, na végre. Most pedig kezdődik az esküvői lakoma. Mi lesz az esküvői ebéd? Mit adunk a törpéknek? Ráma margarint. Muszáj! Ez az utolsó reklám, ez még valahogy majd ide be kell suvasztanunk, aztán majd egymáséi lehetnek. Hófehérke, édes párom, mielőtt megpöcsétölnénk Frigyünket, kend be a csizmád ráma margarinnal. Mi a fenének? Hogy mindenki lássa, rámás csizmád visel a babám. Ennyi volt már a Van képünk hozzá, reméljük jól szórakoztak, és már most eldöntötték, hogy egy hónap múlva ismét velünk tartanak. További szép estét kívánunk Önöknek, a viszontlátásra!